Nagyrészt a helytelen lakossági tüzelés felel a légszennyezettségért, hangsúlyozta a napokban Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára a kapcsán, hogy október végén a szállópor miatt több városban volt rossz a levegő minősége. Becslések szerint Magyarországon évente több ezer tonna műanyag hulladék, rongy, bútor, csomagoló anyag és építőipari hulladék kerülhet a háztartások kazánjába vagy kályháiba. Egy közvéleménykutatás is ezt támasztja alá. Ez szerint a magyarok 14%-a vallotta be, hogy hulladékkal is tüzel, annak ellenére, hogy ezt már több mint 15 éve jogszabály tiltja. Ráadásul a szeméttel való fűtés életveszélyes, mondja a katasztrófa védelem szóvívője. A kémények állapota szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy mivel fűtünk. Nagyon fontos, hogy ne fűtsünk nedves fával például, illetve háztartási hulladékokat, műanyagot, festett fát, semmi ilyesmit ne égessünk el a tüzelőfűtő berendezésünkben, hiszen ez a kéményekben komoly lerakódásokat okozhat, és nem mellesleg még a környezetünket is szennyezi. A nem megfelelő tüzelőanyag használata tehát kéménytűzhöz, szénmonoxid mérgezéshez vezethet, ezért sem szabad műanyag üveget, rongyot, csomagoló papírt a tűzre dobni, és azért sem célszerű háztartási hulladékkal fűteni, mert azok égése során mérgező, rákkeltő gázok szabadulnak fel, melyek lerakódnak a tüdőben, a bőrön és kijutnak a légkörbe. Érdemes tudni, hogy az illetékes kormányhivatal járási hivatala felé jelezhető, ha azt tapasztaljuk, hogy szeméttel fűt a szomszédunk. A panaszt a környezetvédelmi hatóságok kivizsgálják. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a hatóság akár 300 000 forint bírságot is kiszabhat háztartási hulladékkal való fűtésért.